A magyar kerékpárosok Dél-Afrika felé vették az irányt, a 10 fős csapat tagja a triálos Hegedűs László, akit már láthattak itt korábban nézőink a reggeli startban, és másik jó ismerősünk az olimpiai résztvevő Benkó Barbara is. A következő percekben viszont a férfi világkupákon egyre jobban szereplő olimpiai cross kategóriában induló két magyar versenyzővel ismerkedhetnek meg, akik úton útfélen tekertek, és közben meséltek nekünk, így lett velük a világ kerék, hát illetve kerek. Az olimpiát követő évben sok sportág rendez világbajnokságot, a kerékpárosok sincsenek ezzel másképp. Parti András éppen a londoni ötkarikás játékokat követően vált igazán ismerté. Az élet furcsasága, hogy egy balesetnek és az arról készült fotónak köszönhetően. Nem maradt vissza bennem ezzel kapcsolatban semmilyen félelem. Leginkább azért szerintem, mert nem is emlékszem arra, hogy mi történt. Tehát ezt az agyam valószínűleg kitöröltem, mert nem egy kellemes élmény, de úgy érzem, hogy azóta tudok tovább fejlődni, szóval annyira nem akasztott meg talán ez a dolog, és most így talán még elszántabb vagyok, hogy a következő olimpia felé még keményebben készüljek. Az idei világkupa versenyek alkalmával András és Juhán Zsolt is egyre komolyabb eredményeket ért el. Például Olaszországban egy 29. helyjel Parti világkupa legjobbját tekerte. Sokkal többet edzeni már nem lehet. Itt már nehéz éppen ezért tovább lépni, mert gyakorlatilag télen van, amikor majdnem 40 órát edzünk egy héten, sőt még volt, hogy az fölött is voltam. Már csak ilyen kisebb dolgokon, tényleg ilyen magaslati edzőtábor, ami sokat segítene, de hát ezek is sokszor pénzkérdése, meg időkérdése is, mert ilyenkor szezonban azért nehéz beilleszteni sok verseny közé. Nyilván pénzzel lehet még tovább fejlődni egy kicsit, de nem is ez a legnagyobb hátráltató dolog, hanem tényleg így hát idő kell ehhez, hogy beérjük a világ élvonalát. Nagyrészt az edzéseink országúton vannak, terepen mondjuk minden harmadik edzés. Fontosabb talán a erőléti edzés, amihez nem feltétlenül kell az, hogy mindig terepen edzünk, de én úgy tudom, hogy vannak olyan versenyzők, akik nem is nagyon mennek ki országútra. Ellentétben meg az ellenkezője is van, aki szinte csak országúton edz. Zsolt megfelelő partner András számára a versenyeken is, bármint elmondták, a fiúk segíteni nem nagyon tudják egymást a világkupákon, de legalább a többieket kicsit fel tudják tartani a másik jobb helyezése érdekében. A 30-asok táborának elejére vagy a 20-asok végére bekerekeznének Dél-Afrikában is. Talán egy világbajnokság hát nem könnyebb, hasonló, mert oda mindenki ugye maximálisan felkészül. Viszont akik felneveztek esetleg U23-ból felnőttbe és idén ott mentek, nagyon jó versenyzők nyilván, azoknak a U23-ba kell menni, tehát egy-kettő ember kihullik, úgyhogy talán ugyanez az eredmény várható szerintem, de nyilván minden jobb. Peter Maritzburgban lesz a VB, de sokáig kérdéses volt, elindulhat-e egyáltalán a magyar csapat. Világbajnokság, Európa-bajnokság és néhány világkupa, amire szövetség szokott finanszírozást biztosítani, elkülöníteni erre pénzt. Ez ebbe az évbe nem csak a mi sportágban, hanem minden sportágban csúszik ez a pénz, amit az államtól várhat a szövetség, illetve az olimpiai bizottságtól, és ezért vannak ezek a fennakadások. Ezért volt az, hogy gyakorlatilag 3 világkupára utólagos finanszírozásra eljutottunk, de gyakorlatilag az Európa bajnokságra már elfogyott a büdzséje mind a csapatoknak, a szövetségnek meg eleve még nem jött meg a pénz, tehát az Európa bajnokság jövőben ezért maradt ki. Ez egy elég drága út, gyakorlatilag egy 10 fős csapattal fogunk részt venni a Dél-Afrikai Világbajnokságon, ebben vannak ifjúsági korúak, illetve a Hegedűs triálos versenyzőnk, aki szenzációs és talán még dobogóra is esélyes lehet. Igen, Lacit már láthatták a reggeli start nézői is. A magyar kerékpározók vasárnap utaztak el Dél-Afrikába, amely nem éppen a legbiztonságosabb hely hírében áll. Valamennyire aggódnak nyilván, de itt Dél-Afrikában már speciál harmadszor, most mondjuk harmadszorra, és már úgy ismerik a helyi viszonyokat. Minket még semmilyen atrocitás nem ért, meg így a versenyzőkről eléggé vigyáznak, tehát bízok benne, hogy most se fog, pedig úgy azért bringáztunk egy-két olyan részen, ahol elsőre azért úgy meglepődtünk, hogy most minden népségbe ki fogunk keveredni, de még tényleg sohasem ilyen atrocitás nem ért. Szóval bizakodó vagyok, hogy ez most is így marad.